Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, szeretném képviselő társaimmal közölni azt a hírt, hogy megtalálták a 8. eltűnt személyt is, és ezúton szeretném részvétemet kifejezni valamennyiünk nevében az elhunyt családtagjainak. Miniszter úr, tudom, hogy nem tettem föl könnyű kérdéseket, de ahogy ezt többen ma ebben a teremben említették, amikor az ember elmegy a helyszínre, akkor ilyen kérdéseket kap, az ott élőket nyugtalanítja, hogy mi lesz velük. Örülök, hogy őszintén válaszolt azokra a kérdésekre, amelyeket föltettem. Én a kommunikációban láttam azért elkövetett hibákat, nem volt minden érthető, amiket megfogalmaztak a szakemberek. Az emberek egyszerűen gondolkodnak, szeretik az egyszerű és őszinte beszédet. Örülök, hogy kimondta, hogy az ivóvízbázis nem beszélyeztetett, lehet ivóvizet inni majd a környéken. Jó, hogy van egy tárcaközi bizottság, foglalkozik a talajcsere kérdésével. Látom, hogy ez egy nagyobb probléma, ezt nem lesz olyan egyszerű megoldani. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt a válaszaival. Jó munkát kívánok és sok sikert ennek a nagy katasztrófának az elhárításához. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Seiring Gábor, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Hol van a megújuló energia nemzeti cselekvési terv? Zárt körű lobbizás helyett nyilvános tervezést címmel. Seiring Gábor, képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, tisztelt miniszter úr, illetve tisztelt államtitkár úr. A megújuló energia nemzeti cselekvési tervet 2010. június 30-ig kellett volna benyújtani a magyar kormánynak az Európai Bizottság felé. Ez a mai napig nem történt meg. A terv alapvető fontosságú, közvetett módon 1000 milliárd forint nagyságrendű befektetésről és támogatási igényről dönt, kulcsa lehet a zöld gazdaság élénkítésnek, munkahelyek tízezrei megteremtésének, amiről önök is oly nagy szeretettel beszélnek. A kormány ugyanakkor a mai napig nem hozta nyilvánosságra sem a beadni kívánt dokumentum tervezetét és a háttértanulmányait, sem a készítés során követni kívánt folyamat ütemezését, sem pedig a társadalmi egyeztetés folyamatát. A tervezet és háttéranyagai nyilvános megvitatása azért is különösen fontos, mert az energiaszektor hírhet a szakmai megalapozás nélkülöző, vagy azoknak nyíltan ellentmondó lobby érdekeket kiszolgáló politikai döntésekről. Erre példa a 2009 végén a közigazgatási egyeztetés és a nyilvánosság megkerülésével elfogadott úgynevezett fónagypodolák paktum, egy közös Fidesz-MSZP energetikai törvénymódosító csomag, ami a Magyar Energia Hivatal szerint is 10 milliárdokat vett ki az adófizetők zsebéből. Tudomásunk szerint szeptember folyamán az anyag rövidített változata egyes civil és szakmai szervezeteknek megküldték, másoknak nem. A minisztériumi egyeztetésre egyes szervezetek meghívást kaptak, mások pedig nem. Az iparági szereplők a dokumentumot nem kapták meg, és az egyeztetésre meghívást nem kaptak. A felhasznált háttértanulmányoknak és elemzéseknek csak egy része, de nem teljes köre érhető el a Magyar Energia Hivatal honlapján. Az LMP folyamatosan kiáll az átláthatóság és a részvétel elvei mellett. A korrupció felszámolásának, a befektetői és társadalmi bizalom építésének egyetlen módja a tervezetek nyilvános megvitatása. Mindezek alapján kérdezem Fellegi Tamás miniszter urat, hogy mikor hozza nyilvánosságra és bocsátja a társadalmi vitára teljes terjedelemben a megújuló energia nemzeti cselekvési tervet és háttértanulmányai. Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a jövőben hasonló stratégiai jelentőségű tervezetek készítési folyamatai átláthatóak, követhetőek és az érintettek számára megvitathatóak legyenek. Végül, hogyan kívánja biztosítani a kormányzat, hogy az NCT ne szűk lobby érdekeket tükrözzön, hanem széles szakmai és társadalmi konszenzust? Várom megtisztelő válaszokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mindenek előtt engedje meg, hogy megköszönjem az interpellációt, mert ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások témaköre minél nagyobb figyelmet kapjon itt a ház előtt, és a magyar társadalom összessége előtt is. Miről is van szó, mi is a megújuló energiaforrások jelentősége? Nem árt újra és újra elismételni, tudatosítani, hogy az emberiség környezetszennyező és energiapazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez vezet, ezért a fosszilis energiahordozók helyett
egyre inkább az alternatív előforrásokat kell előtérbe helyezni. Miután a fosszilis energiahordozók kizárólagos alkalmazásával nem lehet fenntartható energiagazdálkodást végezni, ezért leginkább a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazása jelentett megoldást az emberiség energiaszükségletének problémája. Tisztelt képviselőtársam, mindazonáltal kissé úgy sürget minket, hogy már megbocsásson, mint az egyszeri ember, amikor úgy imádkozott, hogy Istenem adjen nekem türelmet, de azonnal. Nemrég azon panaszkodtak, hogy túl gyors a tempó, nincs idő egyeztetni, álláspontokat kiérlelni. Íme a Fejlesztési Minisztérium többfordulós, előre eltervezett egyeztetési folyamatot visz végig, akkor pedig nincs hozzá türelem. Egyetértünk képviselő úrral, szerintünk is a lehető legszélesebb társadalmi civil egyeztetés szükséges a téma kapcsán. Ennek szellemében a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv a jogszabály előírtnál is sokkal részletesebben több lépcsőbe kerül egyeztetésre. Az új kormány a nemzeti érdekekkel összhangban szükségesnek tartotta új fontossági rangsorok felállítását, a nagyobb munkahelyteremtési potenciállal rendelkező kisebb, helyi megoldások irányába történő elmozdulás. A bizottságnak történő megküldés előtt szükséges az újraértékelt társadalmi partnerekkel történő konzultáció, amelynek első fázisa mintegy 25 civil és szakmai szervezet bevonásával szeptember 17-éig megvalósult. A kormány célja, hogy a lehető leghamarabb, de kellő egyeztetések után megküldje a bizottság részére Magyarország megújuló energiacselekvési tervét. Íme a konkrétumok csak példaképpen. Magyar Energia Hivatal a cselekvési tervről eddig összesen 7 szakmai egyeztetést tartott, alkalmanként átlagosan 35-40 résztvevővel. Ezt követően tárcánk a társadalmi és politikai partnerekkel előzetes konzultációs fórumot szervezett, melyeken a legnagyobb környezetvédelmi szervezetek, Greenpeace, levegőmunkacsoport, energiaklub és a többi, tudományos szervezetek, tudományos akadémia, gazdaságkutatóintézet, regionális energiakutatóközpont, valamint minden megújuló energiaforrás típussal foglalkozó szövetség és szervezet képviselte álláspontját, nap, szél, biogáz, geotermia, biomassa szövetségek. Annak érdekében, hogy a cselekvési tervet minden társadalmi partner, minden érintett megismerhesse, róla véleményt formálhasson, a közeljövőben a minisztérium honlapján közzétesszük véleményezésre. A terv társadalmi egyeztetése tehát nem zárult le, én viszont azzal is remélem az ön számára is örvendetes hírrel zárom a válaszomat, hogy a fejlesztési tárca a jövőben is így, átláthatóan, széleskörűen, érdemi reagálásra alkalmas tempóba végzi a munkát, ehhez pedig idő kell. Végül is mindenkinek az a legjobb, ha az esetlegesen felmerülő nagy véleménykülönbségekkel vagy problémákkal akkor foglalkozunk, amikor azok még kicsik. Ennek reményében kérem válaszom elfogadását. Köszönöm, elnök urat, üdvözlöm. Köszönöm. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ? Köszönöm szépen a válaszát, és örülök, hogy bizonyos kérdésekben egyetértettünk, különös tekintettel a megújuló energiák alapvető jelentőségére. Annak is örülök, hogy abban is egyetértünk, hogy a tervezés és hát a konzultáció az egy, a tervezés nyitottsága és a nyilvános konzultáció egy elengedhetetlen folyamat. Hát ugyanakkor sajnálom azt, hogy egyelőre az egész egyeztetés, társadalmi egyeztetés menetrendje nem volt elérhető a nyilvánosság számára, így meglehetősen kérdésessé vált az, hogy mennyire gondolják komolyan önök ennek a nyilvános egyeztetésnek a súlyát. Azt is sajnálatosnak tartom, hogy nem tudták az Európai Unióhoz, a bizottsághoz 2010. június 30-ig határidőre benyújtani a tervezetet. Mindazonáltal bízom benne, hogy önök a kijelölt úton fognak tovább haladni az egyeztetés és a nyilvánosság jegyében, úgyhogy kérem a válaszának elutasítását egy figyelmeztető nemként értékelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát a képviselő úr az államtitkári választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, Józsa István, a Magyar Szocialista Párt képviselője, interpellációt... Tehát akkor nem fogadta el. Értettem.
Tehát tájékoztatom az országgyűlést, hogy a képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 263 igen, 11 nem, 36 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Józsa István, a Magyar Szocialista Párt képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Lesz-e még kutatás-fejlesztés Magyarországon címmel? Józsa István képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Eléggé szkeptikus a kérdésem, hogy lesz-e még kutatásfejlesztés Magyarországon, de a véleményem az, hogy lesz, és kell is, hogy legyen. Igazából úgy gondolom, hogy az, hogy Matolcsi miniszter úrhoz, illetve jelenlévő magyar hangjához, államtitkár úrhoz kell intézni a kérdésemet, már ez önmagában is egy problémát fed, hogy a kutatásfejlesztés most hova is tartozik, hogy a jelenlegi kormánystruktúra kellően letisztult-e már az ügyben, hogy van gazdája a kutatásfejlesztésnek. Tisztelt államtitkár úr! A gazdaság növekedésében jelentős tartalékokat jelent, és lehetőségek vannak a kutatásfejlesztés támogatása, az innovatív megoldások kidolgozása területén. Az elmúlt évek kormányai ezt felismerve a gazdasági lehetőségekkel természetesen összhangban jelentős összegeket fektettek a terület támogatásába, létrehozták a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt és a kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenységeket az elmúlt években több száz milliárd forinttal támogatták. A jelenlegi kormány programja szerint is a kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenység fontos szerepet játszik. A jelenlegi folyamatok ugyanakkor nem ezt mutatják. Ez év július 20-a óta a támogatási szerződések esedékes összegének kifizetése szünettel, a kormány által elrendelt felülvizsgálat miatt, a jelenlegi intézkedésekből pedig nem derül ki, hogy mi a kormány szándéka ezzel a területtel. Mindezek alapján kérdezem államtitkár úrtól, meddig szüneteltetik még az innovációs alapból megítélt támogatások kifizetését, mikor fog lezárulni a kormány vizsgálata? Minden egyes szerződést megvizsgálnak, és csak akkor kezdik el a folyósítást, vagy célszerűségi alapon esetleg nem várják meg ennek a végét. Milyen összeget kíván biztosítani a kormány a 2011-es költségvetésben a kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenység támogatására prioritásként szerepel, vagy a maradékelv alapján? Milyen szervezeti keretek között képzelik el a kutatásfejlesztés támogatását, megtartják-e az NKTH-t? Lehetségesnek tartja-e államtitkár úr, hogy a K+F tevékenység támogatásával, fejlesztésével a magyar gazdaság más stratégiai jelentőségű ágazataihoz, fejlesztéseihez hasonlóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium foglalkozzon, mint ahogy a neve is erre predesztinálja, mi indokolja, hogy nem a fejlesztési tárca foglalkozik jelenleg a kutatás-fejlesztés kérdéseivel. Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Bencsik János államtitkár úrnak. A szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, ahogy azt már elővételezte a kérdésében, igen, fontos szerepet fog szánni a kormányzat a kutatásfejlesztésnek és az innovációnak az elkövetkezendő években. A kormány által kezdeményezett vizsgálat lezárult, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban a Nemzetgazdasági Minisztérium által elvégzett belső ellenőrzés által feltárt tények értékelése jelenleg folyamatban.